gyerekekkel úgy sok vagyunk, és mindent kibírunk. Múltkor például szakadóesőbe elvesztünk, de megérte. Meg kilométer gyűjtés volt. Hiszen ma, aki ide kilátogat a ezen körülmények között, ugye igen, csak barátságtalra fordult az időjárás, az azt hiszem elmondható, hogy ízig-vérig sportember, és a kihívások szerelmese. A leghosszabb táv félmaraton, illetve van a negyedmaraton, ezek a távok, ezek azért sportteljesítményben is már szép dolgok. Egyébként meg jönnek családok is, és vannak a rövid távok is. Azonoknak, mint például én, aki az olimpiai próbálok vagyok a futónagykövetel, de nem vagyok futóember. Azt szeretném bizonyítani, igenis, azért, mert valaki más területen tevékenykedik, azért kiléphet ebből a komfortzónából, úgyhogy én is fogok egy rövid távot futni. Koló halála után Koló barátai, a szülők, a Magyar Olimpiai Bizottság és a Kajakkenu Szövetség döntöttek úgy, hogy létrehoznak egy alapítványt Koló nevével, pont azért, hogy azt a szellemiséget, amit ő képviselt, azt igyekezzünk fönntartani, életben tartani, és a fiataloknak ezeket az üzeneteket átadni. A hagyományokat nagyon fontos ápolni. Ugye Koló is rengeteget futott annó maratonversenyeken, meg mint csapattársam, rengeteget futottam együtt vele, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy tisztelgünk előtte. Kihívás is, de az egyesületünk is nevezett, a Merkap Mekler egyesülethez tartozunk mi is. Gyerekek is, Zsolti kenúzik, Anna és Bence kajakozik, mi meg sárkányhajózunk az egyesületbe, és így mi is részt vettünk egyértelműen. És amúgy kihívás. Ez a fajta önismeret, ez a legyőzése minden nehézkedő pontnak, minden holt pontnak, hogy át tudja tenni önmagát, anélkül, hogy valaki verné, korbácsolná őt, hogy ezt tegye meg, ez egy olyan fantasztikus belső erőt ad, ami ennek a sportágnak nagyon-nagyon nagy erejét adja egy életen keresztül. És Gyuri ennek, Kolozsi Györgyének egy példája volt. Nagyon nyílt szívű, határozott elképzelésű, érdekes egyébként, hogy az önbizalom nem látszott rajta, pedig nyilvánvaló ahhoz, hogy valaki olyan eredményeket érjen el, mint ő, azért kellett önbizalomnak lennie, de ez nagyon egészséges szinten lehetett nála, mert kifele nem látszott egyébként. Fontos. Fontos részben megtartani az ő emlékét, hihetetlen kiemelkedő sportoló volt, én azt gondolom, és az a fajta kitartás, ami őt jellemezte, ami tulajdonképpen halálba elveszte őt, azt gondolom, hogy ez egy borzasztó fontos dolog. És tényleg szakad az eső 9 fok, hát nem éppen egy ideális futóidő, valljuk bőszintén, ráadásul ugye nemzeti ünnepünk van, ami olyan jelent, hogy lehetne otthon mondjuk semmit tenni, de igenis nagyon sokan eljönnek, és nagyon sokan itt vannak, és elmegyünk futni. Meg kiskorában is olyan volt, a szánkozni mentek, ő akart a legjobb lenni. Iskolai futásoknál ő akart a legjobb lenni, csak okítette a lelkét, érte valószínű, hogy ez benne volt a tudatában, hogy ő mindig nyerni akart.